nagyon bízom benne, hogy rangadó lesz, és felnövünk a feladathoz. Szoktam ezt mondani egy jó pár meccsre, de ez különösen igaz a maira, hiszen a bajnokságban, az alapszakaszban nem sok keresnivalónk volt ellenük. Talán a nyíregyházi mérkőzés az itthoni, egy fél időn keresztül ott már azért megmutattuk, hogy mire is vagyunk képes ellenük. Ha azt nézem, két meccsen 12 gólt szereztünk. Nem is tudom, hogy van-e másik ilyen csapat, akinek ennyiszer betaláltunk volna. Ráadásul olyan, hogy felsőházas csapat, tehát nem az alsóházban küzdenek ezek a csapatok. Milyen meccsre számítok? Biztos vagyok benne, hogy megint a végletekig kiélezett mérkőzés lesz. Az előző fordulóban a Deac ellen az utolsó másodpercben tudtuk berúgni a győztes találatot, aminek azért nagyon örültünk. Nagyon nehéz meccs volt belülről. Tudtuk, hogy ez vár ránk, hiszen annyira egy hazai pályán nagyon erős. Bíztunk benne, hogy a csapat a múltkori teljesítmény meg tudja mutatni itt is. Szerencsére jó a sütel, hiszen az első fél időben igaz rosszul kezdtünk, de utána nekünk sikerült megszerezni a vezetést. A legutóbbi fordulóban a Deac elleni 6-5-ön is betaláló Mateus góljával az 5. percben került előnybe Nyíregyházán a pirosmezes Berettyóújfalu, amely egy győzelemmel 4 pontos előnyre tehetett volna szert a szabolcsiak előtt. A hazai pályán korábban csak kétszer veszítő A Stúdió túl az első játékrész felén ki is egyenlített a góllövő lista illovasának, Gregorinak köszönhetően, ám nem sokkal később ismét a mezei villált jobban, hála Nagy Imre találatának. Azért látszik, hogy rutinos csapat, hiszen régóta együtt van a mag, jó futszálosok, nyilván kihasználták azokat a helyzeteket, amikből ők eredményesek tudtak lenni. Nekünk ebben is fejlődni kell igazából, az látszik, hogy nálunk van egy fejlődési dinamika, amit követünk, próbáljuk ezt ebben a szezonban eredményre párosítani. A legutóbb Nyíregyházán 6-2-re nyerő Berettyó ezúttal a 24. percben lépett el 3-1-re, amikor Nagy Dániel volt eredményes. Nyilván az ellenfélnek egyre többet kellett kockáztatni, mi pedig próbáltuk tartani az eredményt. Az, hogy a második fél idő elején is be tudtunk találni, az minket megnyugtatott, az ellenfelet arra kényszerítette, hogy 5-4-es játékkal jöjjön elő, amit nagyon jól csináltak, nagyon sok helyzetük volt, de szerencsére hősiesen is védekeztünk, illetve sokszor, amikor már túljutott a védőkön a labda, akkor Mezei Dávid helyt állt a kapuban. Valami ma hiányzott, az a kicsi plusz, az a pici koncentráció, az a fineszes megoldás, ami jellemez minket, lényegben majdnem minden játékost. Nagyon sokan oda kerültek a kapu elé, helyzetbe, rossz döntéseket hoztunk, amikor már jó döntéseket hoztunk, akkor a kapufa mentette meg a Berettyót, amikor már azt hittük, hogy gól, akkor pedig valami isteni szerencsével kifele pattant a labda. Nagy napja volt a kapu előtt a 4-1-re győző Berettyóújfalunak, hiszen Imre és Dániel után Nagy Kevin is betalált a 40. percben, amivel ismét a Deac ellen legutóbb triplázó válogatott játékos állította be a mérkőzés végeredményét.